Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Linkrék Anna vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Civil gála Dombóváron. Évnyitó és díjátadó. Új piactér, alternatív postafiók. A fennálló problémák megoldása mellett a korszerűsítése is fókuszált evel. Kéti nyugdíjasok. Vidám hangulatban telt a farsangi mulatság. Logisztika és makettkészítés. 24 órán keresztül versenyeztek a Bezeréd István Technikum diákjai. A Civil Egyesület gálaműsorral egybekötött évnyitó rendezvényt tartott Dombóváron. Díjazták azokat, akik a városban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A dombóvári civil gálán köszöntött mondott Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és a térség országgyűlési képviselője, illetve Tóth Zoltán civil tanácsnok. A civil szervezetek szoros összefogással eredményesen zárták a múlt évet, mondta Hosszú Sándor Gergely. 2024-es évben is megszerveztük a civil gálát Dombováron, melyet ugye évindítónak az Ózon Asztma Egyesület rendezvénye után tartunk meg. Ezen a gálán adjuk át a városi civil díjakat. Idén sem volt könnyű dolga a civil tanácsnak, hiszen több jelölés érkezett be. 2024-ben a szabályzat szerint is egy civil szervezet kapja az év civil szervezet díját, valamint két civil életben nagyon régóta aktívan tevékenykedő személy fog díjazásban részesülni. A hagyományok a szíven egy civil egyesületet és két magánszemély díjazta kiemelkedő tevékenységükért. Végsősorban két-három vízió is említhető. A legelsőbbet talán a sírkert, ami hosszú idő után megoldásra vártak, azok a helyhanyagolt sírok, sír emlékek, amik ott a fűbetérdegelő gazdba feküdtek, és magával a barátokkal, Takács Istvánné, helyzeténésszel összefogtunk, és egy gyönyörű szép sírkertet alakítottunk ki, Dombóvár déli részén. A városért szintén sokat tett szívek Éva Judit beszélt a díjról. Nagyon köszönöm mindenkinek, akinek köze volt ahhoz, hogy megkaphassam ezt a díjat. Közel 30 éve, tehát két év múlva leszünk 30 évesek, a Fekete István Kulturális Egyesület titkára lettem mindjárt az alapításkor, és azóta végzem ezt a tevékenységet. Az Életve Nagy Családos Egyesületet is elismerték. Erről nyilatkozott Németh Zsuzsanna. Nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt a díjat megkaphattuk és jelöltek minket. Tehát mint fiatal egyesület, nem is tudom, hogy volt-e már ilyen, de tényleg nagyon büszkék vagyunk, és úgy gondolom, hogy a várossal összhangban tudunk dolgozni. Reméljük, ez így is marad. A gálán a dombovári fúvós zenekar szolgáltatta a jó hangulatot. Az est állófogadással zárult. Nem csak a jelenleg fennálló problémák megoldására törekszik Tevel, hanem a folyamatos fejlesztésre és az infrastruktúra korszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Fazekas Attila, a település polgármestere, a jelenleg zajló munkálatokon kívül az idei év terveiről is beszélt. Tevel idén is folytatja a tavalyi évben megkezdett projekteket, azonban felmerültek olyan problémák is, amik gyors megoldást igényeltek a község vezetőségétől. Többek közt a bezárt magyar postafiók helyett kellett más alternatívát találni. A település fölvállalta, hogy a polgármester hivatal épületében kialakít egy részt, ahol postapartnerként mindennapos nyitvatartással, teljes körű postai szolgáltatással fogjuk üzemeltetni 2024. február 13-ától. A település számos tárgyalást folytatott a bankfiók bezárása kapcsán. Felmerültek új partnerségi kapcsolatok, azonban rövid időn belül sikerült megállapodásra jutni. Februárban egy új ATM-et helyez ki a településre, és az önkormányzat udvarán heti rendszerességgel egy mobil buszon lehet napi szint, tehát heti egy alkalommal banki ügyeket, teljes körű banki ügyeket intézni. Egy új piactér kialakításán is dolgozik az önkormányzat, aminek a helyét már kiválasztották. Emellett a művelődési ház energetikai felújítása is bent van egy terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatban, így ezekre a közeljövőben sor kerülhet. Tevel azonban még számos fejlesztésre készül az évben,
Például a szolgálati lakás és az alatta elhelyezkedő gyógyszertár felújítása is a 2024-es tervek között szerepel. Cél még emellett egy napközi otthon kialakítása idősek részére. Most rövid híreink következnek. Két autós is a megengedett sebességnél jóval gyorsabban közlekedett Tolna vármegye útjain, amikor a Trafipax bemérte őket. Az első sofőrt az 56-os főút 8-as kilométer szelvényében kapták lencse végre, amikor 143 km/h sebességgel haladt. Őt 4 közlekedési pontra és 78 000 forint közigazgatási bírságra büntették. Egy másik szágoldozó 154 km/h hajtott a 65-ös főúton. Az egyenruhások a gyorshajtó után eredtek. Az emelkedőn gyorsuló autósnak 117 000 forint bírságot kell fizetnie, és 6 közlekedési büntetőpontot is feljegyeztek neki. Hidegre lenne szükség, hogy a kórokozók és kártevők száma csökkenjen a földeken, írta a Hungaromet ZRT. A hőmérséklet a múlt hét második felében az átlag fölött alakult, nagy területen fagymentes éjszakákkal és 10 Celsius fok körüli maximumokkal. Főleg az Alföldön vannak belvízfoltok, ezek kiterjedése csak nagyon lassan csökken. Azok az őszi vetések, ahol nincs tartós belvíz, viszonylag jó állapotban vannak. Tolnaváros önkormányzatának képviselőtestülete 2024-ben is adományoz kitüntető díjakat több kategóriában. A felterjesztésnek tartalmaznia kell a kitüntetésre való ajánlás szöveges indoklását. A javaslatokat 2024. február 28-áig postán vagy személyesen lehet benyújtani. Az adatlapok és további információk a város honlapján érhetőek el. Hagyományos farsangi összejövetel tartottak Kétyen. A rendezvényre Harc, Kakasd és Hőgyész nyugdíjasa is meghívást kaptak. Az esemény zenés, táncos műsor kísérte. A Kétyi Nyugdíjas Érdekszövetség idén is megrendezte a farsangibált. A szépkorúak saját maguk készítette jelmezekbe öltözve adták elő produkciójukat. A település polgármestere Gödrei Zoltán elmondta, az önkormányzat támogatja a helyi szervezetek munkáját. Az önkormányzat maximálisan támogatja a nyugdíjasait, minden civil szervezetet támogatunk. Most a nyugdíjasok ünnepe van, farsangi ünnepe van, és ugye most minden olyan dolgokban, amiben kérték az önkormányzat segítségét, az természetesen megkapták. Az egyesület 2002-ben alakult 50 taggal, melynek célja a nyugdíjasok képviselete, valamint a helyi rendezvények, kirándulások, előadások szervezése. Faragó Gáspárné, a szervezet elnöke a beszédével nyitotta meg a rendezvényt. Mi már ezt 6 éve, hogy rendezzük. A Covid ideje alatt nem tudtuk rendezni, úgyhogy most ez a mai, ez a negyedik megrendezett farsangi bálunk. Mi úgy érezzük, hogy erre nagyon nagy szükség van. Korunktól függetlenül nekünk is kell a mulatság, az együttlét. Úgyhogy ezt most nagy, ugyanúgy, mint tavaly, tagok is beöltöztek, meg a meghívott vendégek is beöltöztek maskarába. A vidékről meghívott tagok meglepetés műsorra készültek. Most már olyanok vagyunk a meghívott vendégekkel együtt, mint egy nagy család, és tényleg nem utasítanak vissza, hogyha csak heten tudnak jönni, akkor heten jönnek, de nem mondanak nemet. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek, hogy elfogadják a meghívásunkat és a visszajelzést is. Amikor mennek el is mondják, és amikor találkozunk is mondják, hogy nagyon-nagyon jól érezték magukat, és ennek mi nagyon-nagyon örülünk. A programot a szervezetek által finanszírozott Tombola sorsolás zárta. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A területfejlesztési politika részeként gyűjtik azokat a projekteket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy Magyarország vármegyei középtávon is emelkedő pályán maradjanak, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor kitért arra is, egyre több mutató jelzi, hogy eltűnik az a különbség, ami korábban megvolt az ország keleti és nyugati része között. Nagy sikerrel kezdte a Dombóvári Asztali Tenisz Klub a 2024-es versenyszezont a Pécsi Tüke Ese Amatőrkupán két versenyzővel, Apáti Jánossal és Mátrai Benedekkel. A 4 közé jutásért egymás ellen játszottak a fiatalok, Benedek 3-1-re nyert, így bejutott a döntőbe. 11 évesen 0-2-ről óriási küzdelemben a döntőszettet 13-11-re megnyerte.
Szentlőrinci vereséggel nyitotta edzőmeccsei sorát a szekszárdi OFC labdarúgó csapata. A Tolna vármegyei gárda 4-1 arányban maradt alul a vele egy csoportban szereplő szentlőrinciek ellen. Legközelebb szombaton hazai pályán az MB3 délkeleti csoportjában szereplő Martfűi Elese ellen lépnek pályára a szekszárdiak. Három csapat is bejutott a legjobb 20 közé a Tolna vármegyei szakképzési centrum, Bezeréd István technikumból az egy nap alatt a logisztika körül elnevezésű 24 órás versenyen. Az iskola első alkalommal indult a megmérettetésen, ahol a fő projekt mellett számos más feladatot is meg kellett oldani a versenyzőknek, mindössze egyetlen nap alatt. A diákok nem csak tapasztalatokkal gazdagodtak, hanem felvételi többletpontokat is szerezhettek. A Kecskeméti Neumann János Egyetem idén 8. alkalommal rendezte meg logisztikai versenyét, ahol a második fordulóban a csapatoknak 24 óra alatt az egyéb feladatok mellett egy fő projektet is el kellett készíteniük. Abszolút logisztika, tehát a verseny címe is 24 óra logisztika körül, tehát logisztikával kapcsolatos feladatok voltak. Volt egy fő projektfeladat, amit végig a 24 óra alatt kellett elkészíteni, ennek több része is volt. Egy teljes, a Szobi volt a főszponzor, az üdítőitalgyártó, és egy Szobi ellátási láncot kellett megtervezniük tulajdonképpen. A verseny számos kisebb feladata mellett a fő projekt idén egy Szobi ellátási lánc megtervezése volt, ahol a logisztika minden területét és szempontját is figyelembe kellett venni a diákoknak. Az ellátási lánc, a Szobi ellátási láncet kellett megterveznünk, illetve egy Szobi kartonokba kellett egy kamiont készítenünk. Hát nem volt könnyű, de megoldható volt azért. Azonban nem csak új információkkal és felvételi többletpontokkal, hanem élményekkel is gazdagodtak a diákok. Többek közt részt vettek előadásokon, gyárlátogatáson, de összeállítottak egy komplett fékrendszert is a tanulók a verseny keretei közt. Egy jó élmény volt, szerintem mindenki nevében mondhatom ezt, viszont azért hát megviselt, mondjuk úgy, mivel hát azért maga a verseny 24 óra volt, viszont ugye az utazással, stb. Együtt szerintem ilyen 36, lehet akár 40 órát is folyamatosan fent ébren töltöttünk. Az iskola továbbiakban is tervez csapatokat indítani a versenyen, illetve számos diák is szívesen részt venne a megmérettetésen jövőre is. Regionális híreink következnek. Rekord iparűzési adó Pécsen, 43 milliárd a működésre. Költségvetési tervek a baloldalról. Újraindul a falu és tanyagondoki képzés. A PTE és a Baranya vármegyei önkormányzat együttműködése. 500 000 látogató, 3000 program. Sikeres évet zárt a Zsök. Bemutatta a gazdasági alpolgármester Pécs idei költségvetési tervezetét. A várakozások szerint 43 milliárd forint jut a város működtetésére 2024-ben. Rekordösszegű iparűzési adóbevétellel számolnak a városházán. Költségvetési főösszege 2021 és 2024 között ezen a táblázaton. A másikon pedig Pécs becsült működési bevételeit láthatjuk erre az évre. Ez a két díja is szerepelt azon a csütörtöki tájékoztatón, ahol a Baranyai Vármegye székhely ez évi költségvetési tervezetét ismertette Pécs gazdasági alpolgármestere. 43 milliárd környékű költségvetésre számolunk, ugye itt azért vannak függő normatívák, amiket várunk. A 43 milliárd alapvetően három fő tételt tartalmaz. Egyrészt, hogy a béremeléseket tartalmazza, az összes szektorra legyen szociális, kulturális oktatás, tehát mondjuk az óvónők, vagy maga egyéb a cégek esetében, ugye ott azért a cégek van, ahol sok esetben maguk tudja kigazdálkodni. A 43 milliárd tartalmaz magába egy több mint 4 milliárdnyi fejlesztési alapot, ez azt mondta, hogy a város saját kereteiből egy jelentős fejlesztést bonyolít le. Tartalmaz értelemszerűen adósság visszafizetést 1 milliárd 750 millió értékben, és körülbelül 3,8 milliárd szolidaritási hozzájárulás kifizetését is tartalmazza. Nagyobb lehetőségei vannak az önkormányzatnak, jelentősen nőtt a gazdasági tevékenységből származó adóbevétele, mondta tájékoztatón az alpolgármester. Az iparűzési adó emelkedés 13,7 milliárdos terve számára, az nagyjából látszik, hogy 42 milliárdból a korábbi 6-7-8 milliárdokhoz képest az egy jelentős növekedésen van túl. Ugye a konkrét számokat nézzük, mondjuk 5 éves távlatban, akkor 9 milliárd 400 millió volt 2019-ben az utolsó Covid előtti év, ez most 13,7 milliárd,
ez azért barátok között is mondjuk 45%-nyi emelkedést jelent. Ugye a tavaly őszi vállalati felméréseink azt mutatják, hogy a nagyvállalatok jelentős többség, akik exportra termelnek, ők a fejlesztéseket folytatják. Tehát azt látjuk, hogy az iparűzési adó növekedése a városnak tovább tud emelkedni. A pécsi költségvetés tervezete már a jövő héten a képviselőtestület elé kerülhet. Mecsekalja Rodolfója a pécsiek utolsó átverésére készül. Ezzel a címmel adott ki közleményt a baloldali költségvetési tervezetről a pécsi Fidesz. Ebben azt írták, a megtévesztés és az átverés nagymesterei újabb, minden bizonnyal utolsó trükkjeikre készülnek. A pécsiek előtt már számtalanszor lebukott álcivél baloldal újra megpróbálja ámulatba ejteni a pécsieket a 2024-es költségvetés tervezettel. A polgári oldal szerint hazugságok sorozata kísérte a pécsi polgármester tevékenységét, ezekből idéznek fel néhányat a közleményben. Következtetésük szerint Péterfi és lelkes pénzügyi szerencselovagjai a legsötétebb idők szellemi és pénzügyi szintjére lökték vissza a várost, ezért pedig le kell váltani őket a nyári önkormányzati választáson. Képzési szerződés jött létre a PTE és a Baranya vármegyei önkormányzat között. Újraindítják a falu és tanyagondoki képzést Baranya vármegye több mint 300 településén. A képzés célja, hogy felkészítse és segítse a jelentkezőket a szociális törvényben rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelem, hozzáértés elsajátításában. Az oktatás február 1-jével kezdődik, a megnyitott csütörtökön tartották. Sárközi Károly Berkesdről érkezett a képzésre. A helyi önkormányzat munkatársa eredetileg szociális gondozóként dolgozott a településen. Fontos számára a tanfolyamon való részvétel további fejlődését segíti munkáinak ellátásában. Egy idősek napközi otthonában dolgoztam, mint szociális gondozó. És ami ebbe belefért, minden volt. Tehát idősekhez jártunk ki, bejártak a napközibe, tehát személyszállítás, orvoshoz elvittük őket, gyógyszert kiváltottuk otthon, hogyha olyan volt az idős, hogy hát annyira nem tudott mozogni, akkor segítettünk neki tüzelőt bevinni, vagy begyújtani neki, vagy segíteni más bevásárlás, stb. Orvoshoz vinni őket. Harmadik éve indítja falu és tanyaggondnoki képzését a PTE Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kar a Baranya vármegyei önkormányzattal együttműködve. Az oktatásnak az a célja, hogy felkészítse és segítse a jelentkezőket a szociális törvényben rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelem hozzáértése elsajátításában. Konkrét listával keres meg a Baranya vármegyei önkormányzat, a törvény szerint 1000 fő alatti településeken működhet falugondnok, illetve a nagyobb településeknél, ha földrajzi okok indokolják, akkor tanyagondnokot lehet foglalkoztatni. Ezt mindig az aktuális igények alapján gyűjti össze a Baranya vármegyei önkormányzat, tehát mi is most fogunk találkozni először a hallgatókkal, és várjuk azt, hogy akár korábbi településekről a változó falugondnok szereplő miatt, akár új településekről érkezhetnek. A mai információm az, hogy 28 részvevője lesz ennek a mostani beiskolázásnak. A kormányzat néhány éve a Baranya vármegyei önkormányzat feladatkörei közé utalta a falu és tanyagondnokok képzésének megszervezését. Fontos missziót látnak el ezek az emberek, hiszen az adott településeken a nehéz helyzetben élők számára sokszor ők jelentik a segítséget, mondta Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke. Rajtuk keresztül érkeznek be jelzések a különböző szolgálatokhoz, legyen szó szociális szolgálathoz, vagy a gyermekvédelemhez, illetve ők adnak eligazodást az egyedül élőknek, nehéz helyzetben élőknek. Éppen ezért fontos, hogy érezzék ezek a falu és tanyagondnokok, hogy a munkájuk során nincsenek egyedül, megkapnak minden olyan ismeretet, tudást, amelyek segítségével otthonosan tudnak mozogni ezen a területen, és hatékony segítséget tudnak nyújtani a településen élőknek, legyen szó bármilyen ott felmerülő probléma, nehézség, vagy éppen a mindennapi élet ügyes-bajos dolgainak a megoldásáról. Ebben vállal feladatot a Baranya vármegyei önkormányzat és a Pécsi Tudományi Egyetem az együttműködése során. A képzés elméleti és gyakorlati részből áll. Az elmélet során kommunikációs egészségügyi, gépjárműüzemeltetési, szociális, szociológiai, társadalomtudományi ismereteket tanulnak a tanfolyami hallgatók. Megismerkednek a falugondnoki munka történetével.
önismeret és konfliktuskezelés is szerepel a tanulandó anyagok között. Minden segítséget megkapnak a gyakorlathoz az egyetemtől és a vármegyétől is. Az oktatás február 1-ével kezdődik és május 2. felében zárul. A megnyitót és az első napi tanfolyami képzést csütörtökön tartották. A tavalyi évben több mint 574 ezer látogató kereste fel a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Kulturális intézményeit, programjait. A cég 2024-ben sok újdonsággal készül, de természetesen nem maradhatnak el a hagyományos rendezvények sem. A Zsolnay Örökségkezelő 2023-ban több mint 500 000 látogatónak biztosított színes, érdekes programokat. A Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a cég belvárosi és világörökségi helyszínei a 22-es évhez képest csak nem 40 ezer fővel több érdeklődőt láthattak vendégül a tavalyi évben. Tavaly sikerült még tovább növelni a 2022-es látogatószámot is, ez azt gondolom, hogy egy hatalmas eredmény, főleg ha azt nézzük, hogy a tavalyi év azért az egy általánosságban egy nehéz évnek mondható mindenkinek, és mégis a kultúra területén tudtunk egy ilyen hatalmas előrelépni. Ez elsődlegesen azt gondolom, hogy a kollégák kitartó munkájának is köszönhető, hogy tényleg majdnem 3000 programot szerveztünk 2992-t, tehát ha leosztjuk, ez napi 8 darab program az évben. 2024-ben sem lesz hiány kulturális programok terén. A Kodály Központ változatos koncertekkel készül a zenekedvelők számára. A város hagyományos programjai, mint például a Fényfesztivál, a Sétatérfesztivál, a Szamárfőfesztivál, vagy a második Pécsi Star Wars nap idén is várja a szórakozni vágyókat. A tavaly elindult első Star Wars napnak idén is lesz folytatása, illetve tavaly nagy sikerrel ment, ugye a Kodály Központban volt egy nyílt napunk, ugye ahol betekintést engedtünk az embereknek, hogy a Kodálynak, Kodály Központ működésében tényleg, hogy milyen hang és fénytechnikai szolgáltatás is van, ott egy kicsit a kulisszák mögé is az emberek betekintetnek, hogyha eljönnek egy koncertre, hogy milyen csodálatos élmény van, de mi van a háttérben, mi van a mögött a hátterében. Aki minőségi kulturális programot keres, annak érdemes átböngészni a Zsolnay Kulturális Negyed havi programfüzetét, mely online is elérhető. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Civil gála Dombóváron. Évnyitó és díjátadó. Új piactér, alternatív postafiók. A fennálló problémák megoldása mellett a korszerűsítése is fókuszál Tevel. Kéti nyugdíjasok. Vidám hangulatban telt a farsangi mulatság. Logisztika és makettkészítés. 24 órán keresztül versenyeztek a Bezeréd István Technikum diákjai. Szombaton újabb hidegfront érkezik. Változóan, olykor szakadozottan felhőség, elvétve egy-egy futózápor jellemezheti majd az időjárást. Tovább enyhül az idő. Vasárnap is sok felhőig érkezik, a Dunántúl déli térségében van esélye némi napsütésnek is. A felhőzetből itt-ott kisebb szemerkélés előfordulhat. Hétfőn kifejezetten szeles, de enyhe, a szokásosnál 7-10 fokkal melegebb időjárásra van kilátás. A hőmérsékleti maximum mindenütt 10 fok fölött valószínű, helyenként a 15 fokot is meghaladhatja. A reggeli, kora délelőtti időszakban viharos széllökések is lehetnek. Friss híreinkkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!